Tisztelettel köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Negyedik alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók konferenciáját. Az esemény több mint 300 magyarországi, erdélyi, felvidéki, illetve vajdasági vállalkozónak biztosít szakmai platformot. A közvetlen kapcsolatfelvételre, a regionális gazdasági élet meghatározó szereplőivel való személyes konzultációra, üzleti tárgyalásokra. Mindeközben egyre nehezebben talál magára a munkaerő kereslet és kínálat azért, hogy egy vállalkozás jól menjen, a munkavállaló pedig elégedett legyen és nem utolsó sorban jól keressen. Mai meghívottam Szatmári Zsolt, a Szent György Menedzser Klub alelnöke, humán erőforrás tanácsadó. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Negyedik alkalommal szervezik meg ezen a hétvégén a Magyar Vállalkozói Konferenciát, amelyen Kárpát-medencei vállalkozók vesznek részt. Mi a céljuk ezzel a konferenciával? Az elsődleges célunk az, hogy erdélyi üzletembereket összekössünk, kapcsolatokat hozzunk létre köztük és külföldön élő üzletemberekkel, de ugyanakkor Erdélyen belül is kapcsolatokat hozzunk létre. Azt vettük észre, hogy elég keveset dolgozunk együtt, és kötünk üzleteket, és tulajdonképpen ez a fő célja ennek a konferenciának, a kapcsolatépítés, hogy együtt ugye könnyebb. Az előző konferenciák tapasztalata alapján volt ilyen jellegű hozadéka? Tehát köttettek bőven szerződések? Igen, hát bizakodók vagyunk, és ugye én már most negyedik alkalommal szervezzük meg, tehát lassan hagyományt szeretnénk építeni. Már az első alkalommal, a konferencia első idénye után is a résztvevő cégek között körülbelül 1 millió eurós forgalom, plusz forgalom jött létre. Voltak közben kimaradások? Azt hiszem, hogy már régebb, még Covid előtt kezdték, ugye? Igen, Covid előtt kezdtük. Tulajdonképpen egy kimaradás nem volt. 2020 februárjában, pont a járvány kitörése előtt, talán egy vagy másfél héttel szerveztük meg a konferenciát, és aztán 2021-ben át kellett költöztessük a tavaszi, késő-téli tavaszi konferenciát őszire. És azóta az őszi program szerint megyünk. Csak magyar vállalkozókat várnak a konferenciára? A konferenciára nem csak magyar vállalkozók jönnek, viszont a konferenciának a nyelve a magyar. Azt látjuk, hogy egyre többen jönnek, főleg külföldről, nem magyar ajkú üzletemberek. De helyi üzletemberek is jönnek, más nemzetiségűek, mint a magyar. Persze olyanok, akik értenek magyarul. Melyek azok a kihívások, amelyekkel idén meg kell küzdeniük a vállalkozóknak, és tárgyalnak majd a konferencián erről, hiszen azt hiszem, hogy egyre több a kihívás a vállalkozók, és hát a hétköznapi ember előtt is. Igen, nem panaszkodhatunk, hogy nincsenek kihívások. Hát jelenleg azt mondanám, hogy a bizonytalanság az, ami egy új csúcsokat dönt. Ugye egyrészt a gazdasági bizonytalanság, olyan évek után jövünk, amikor valamilyen okból kifolyólag nagyon bizonytalan volt a gazdaság. Viszont most újabban jelentkeznek adott geopolitikai bizonytalanságok is, amelyekkel az üzletembereknek szembe kell nézni. Ugye direkt behatással van az üzemanyagárakra, a valuta árfolyamra és sok minden másra. Tehát ha lenne egy kiemelt tényező, az a bizonytalanság. A bizonytalanság ellen mit lehet tenni egy tanácskozással? Nyilván, hogy megbeszélik, mert hogy a gazdasági jelenségek azok egyik országból a másikba gyűrűznek át, és ezért is jó, hogy talán ugye a Kárpát-medence minden vidékéről jönnek, uniós tagországokból, meg nem uniós tagországokból, szóval könnyebb ezt a bizonytalanságot áthidalni, bár nem tudjuk, hogy meddig tart ez a bizonytalanság, és sok biztató jele nincs annak, hogy hamarosan befejeződne. Igen, mindenképpen, és itt elsősorban az új kapcsolatok létrehozását helyezném figyelembe.
Miért? Azért, mert egy üzletembernek, egy vállalkozónak állandóan ki kell nyúlnia, új lehetőségek, új kapcsolatok, üzleti lehetőségek iránt kell érdeklődjön. És tulajdonképpen ez a régió, ha bár különböző országokból tevődik össze, valahogy ugyanazokkal a problémákkal szembesül. És legtöbb ország ugye volt a kommunista blokkból jövő ország, mindenki valamilyen szinten kezdte építeni a piacgazdaságot, de minden résztvevő országban látszik a valamilyen szintű lemaradás mondjuk a nyugat-európai vagy az amerikai piachoz képest. Úgyhogy azt látjuk, azt érzékeljük, hogy összefogással ez mindig könnyebb. Igen, kíváncsi vagyok, ha már bizonytalanságról beszéltünk, például az építőipar területén mit tapasztalnak? Ezt nyilván majd a konferencia után tudná bővebben kifejteni, de én nem látom azt a bizonytalanságot az építőiparban, hiszen az jön szembe velünk, akár itt Marosvásárhelyen, hogy rohamosan fejlődik, nőnek ki a lakónegyedek, hát ez nem egy fejlődés? Ez bizonytalanság? Igen, meg kell jegyeznem, hogy a konferenciánk 0. napján, 16-án, csütörtökön délután kimondottan az építőiparról lesz egy nagyon érdekes megbeszélés. Az építőipar helyzete és kilátásai Romániában, és itt helyi, illetve külföldi szakemberek fognak tanácskozni azon, hogy hogyan lehet tovább menni. Jelentkezik bizonytalanság, és hogyha megnézzük, igen, a lakónegyedek épülnek, viszont folyamatos a vidékről a nagyobb gazdasági központokba való emigráció. Ez az egyik dolog. A másik, hogy látjuk az utóbbi időkben azért az ingatlan hitelezések egy picit megtorpantak. Úgyhogy... Vannak azért kihívások. Vannak kihívások, igen, az elkezdett építkezések azok folytatódnak, muszáj befejezni, mert félig kész lakást nem lehet eladni, viszont tudom építőipari üzletemberektől, hogy vannak komoly piaci gondok, amiket meg kell oldani. Hogyan állnak a vállalkozók a mesterséges intelligencia kérdéséhez? Mert hogy ugye majd beszélünk a munkaerő hiányról, de sokan abban reménykednek, hogy ez megoldja a munkaerő problémát. A mesterséges intelligencia, a robotika, a digitalizáció, nem kellenek majd emberek. Le lehet ezt ennyire egyszerűsíteni? Hát mindenképpen segít, és ugye itt most csak spekulálni tudok, mert annyira új ez a terület, hogy minden nap felfedezünk valami újat, de tény, hogy a számítástechnika, a robotika és most a mesterséges intelligencia valamilyen szinten segíti az embereket a munkájukban. És itt most például, ha a robotokról beszélünk, akár marosvásárhelyi ügyfeleimnél is, ugye a termelést azok robotkarok végzik. Embereknek borzasztó nehéz lenne azokat a nagy súlyokat felemelni. Vagy az a precizitás. A precizitás, a gyorsaság. Ugye a robot az napi 3 váltásba tud dolgozni kajaszünet nélkül. És szabadságpénz. Szabadságpénz nélkül, igen. És erre pedig rájön a mesterséges intelligencia, ami ugye valamilyen féleképpen megkönnyíti, elősegíti a jövendőbeli döntéseket. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy több pluszt fog ez hozni, mint mínuszt. Igen, viszont abban reménykedjünk, hogy nem helyettesítheti semmiféle robot az embert, és erre bizonyíték éppen ez a konferencia is, hiszen itt a nagy digitalizáció, az internet nyújtotta lehetőség, és mégis azt akarják a vállalkozók, hogy személyesen itt Marosvásárhelyen találkozzanak, kezet fogjanak, szerződéseket írjanak alá, holott ezt ma már viszonylag könnyű lenne ugye egy monitor előtt, egy számítógép előtt ülve végighallgatni ezeket az előadásokat. Igen, erre a járványidőszak egy nagyon jó példa volt, amikor kezdeti
zűrzavar után az emberek azt gondolták, hogy ugye meg lehet oldani a képernyő előtt is, de azért nem úgy van. A személyes kapcsolat, a kézfogás, a bizalom megnyerése az nagyon, nagyon is egy személyes kapcsolat. És ezért van szükség ezekre a konferenciákra, hogy megismerjük a jövendőbeli üzleti partnert, a szemébe nézzünk, lássuk, hogy mennyire gondolja komolyan azt, amit beszél. És aztán utána, persze, miután létrejött a kapcsolat, akkor lehet monitor előről is folytatni, de azért néha szükséges a személyes kapcsolat. Most a vállalkozói szempontból bizonytalan időkben hogyan lehet megtartani a jó munkaerőt? Hát bizonytalan időszakban is, meg biztos időszakban is oda kell figyelni a munkaerő megtartására. Egyre inkább egy változást látunk a menedzsment stílusban. A cégvezetők, menedzserek egyre inkább közvetlenebb kapcsolatba kerülnek a munkatársaikkal. Ez a régi tekintélyelvű cégvezetés lassan már nagyon teret vesztett. És a munkatársaknak a bizonytalan időben nagy szükségük van a visszajelzésre, a pozitív visszajelzésre, vagy hogyha elhibáznak valamit, akkor a kiigazításra, a motiválásra. Jelenleg a munkavállalóknak rengeteg lehetőségük van. Azt szoktam mondani, hogy jelenleg Romániában csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy aki nem tud betegség miatt. Rengeteg lehetősége van, és hogyha a cégvezető nem figyel oda arra, hogy a teljesítmény elvárása mellett visszajelezzen, megköszönje a munkát, a jó teljesítményt, és megfelelően bérezze azt, akkor nagyon nehéz lesz megtartani az embereket. Ez a köszönet kizárólag pénzben kell, hogy megnyilvánuljon? Nem ez a legfőbb motivációs eszköz. Sokszor persze a pénz is fontos, ugye, mert mindenkinek számlákat kell kifizetni, de azt látjuk, hogy egy adott szint után sokkal fontosabb a tisztelet, a megbecsülés, a egyenlő partnerként való kezelés és irányítás. Mert ugye egy cégvezetőnek irányítani kell az embereket, megmutatni a célt és példát mutatni abban, hogy hogyan haladunk tovább. És akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a munkatársak követni fogják. Mi tapasztalható most a munkaerőpiacon? Nyilván már egy mondatban elmondta, hogy csak az nem dolgozik, aki nem akar, vagy valamilyen betegség folytán nem tud, de mi jellemzi ma a román munkaerőpiacot? Jelenleg a román munkaerőpiac egy krónikus munkaerőhiányban szenved, és a múlt héten hozták nyilvánosságra a Világbanknak egy felmérését Romániáról, a romániai munkaerőpiacról, és ebben a felmérésben tisztán le van írva, hogy az utóbbi 10-15 évben a munkaerő 20%-a elvándorolt. Ez, hogy megértsük, mit jelent, ez több mint 2 millió ember. Tehát mondjuk egy nagyobb bacska város lakossága. És kik mentek el? Azok az emberek, akik akarnak dolgozni, akik nem lusták, akik valamennyire merészebbek, bevállalósabbak, és azok a személyek, akiknek szükségük van egy olyan rendszerben dolgozni, élni, ahol tisztelik és megbecsülik a kiemelkedő teljesítményeket. És ezek a személyek, akiket az itthon maradt romániai vállalkozók keresik, de ezek már nincsenek itt. Úgyhogy ha mondhatnám, hogy a jelenlegi munkaerőpiacnak egy nagy hiánya, akkor ez, hogy a jó emberek nagyon nagy ütemben, nagyon gyors ütemben mennek ki. Helyettesíthetők ők Ázsiából, a világ más pontjairól érkező munkaerővel? Vagy? Hát nyilván, hogy helyettesíthetők, mert nincs más, de tudják ugyanazt a hatékonyságot produkálni vajon? Pillanatnyi megoldásnak működik. Ezt látom, ügyfeleinknél is próbálkoznak, viszont hosszú távú megoldásba nem fog segíteni. A hosszú távú megoldás az, hogy itten a fiatalokat
megtanítani, dolgozni, szakmára tanítani, szakiskolák, jó minőségű egyetemek induljanak be, és termeljék a friss munkavállalókat, a szakképzett munkavállalókat. Hosszú távon nem látom, hogy hogyan lehetne megoldás a távol-keletről érkezettek. Igen, különböző fizikai munkákra, ott, ahol nincsen szükség dönteni, nem kell gondolkozni, oda ugye azt szokták néha mondani, hogy csak két keze, két lába legyen, de ez nem elég. Erre nem lehet építeni. A szakképzés hogyan látja, milyen Romániában? Mert évek óta beszélünk ugye, hogy a szakiskolákat újra kellene indítani, de képeznek ezek az iskolák, amennyiben vannak jó szakembereket? Mert nem azt hallani, hogy ugyan elvégzik a szakiskolákat a fiatalok, de vagy kevesen maradnak idehaza, és kevesen maradnak a szakmájukban. Igen, sajnos a romániai szakiskolák állapota és az egész szakiskolai rendszer, mondhatnám, hogy romokban hever. Az iskoláknak a készletei, a gépek, nagyon 50-es, 60-as évekbeli, a múlt század 50-es, 60-as évekbeli gépekkel dolgoznak a gyerekek. Ők látják a saját életükben és az interneten, hogy az, amit ők tanulnak, az teljesen más, mint ami most történik a világban. Itt véleményem szerint sürgősen egy óriási reformra van szükség, a pénzre, amit erre a szektorra be kell ruházni, mert ha nem, akkor még jobban lemarad az ország az igazi fejlődésben, az innovációban, a szakmaiságban. Megfogadják az egy életen át való tanulás elvét a hazai munkavállalók? Európa nyugati részében már évtizedek óta azt mondják, hogy hát folyamatosan kell képezni, fejlődni magát, akár az idősebb korosztálynak is. Ez divat mi felénk? Azt látom, hogy itt nagyon függ, és most kis- és középvállalkozókról fogok beszélni, nagyon függ a cégvezetőtől. Tehát, hogyha a cégvezető eldönti, hogy az ő cégében mindenki fejlődhet, tanulhat, és haladhat a saját célja fele, akkor igen, és az emberek követik őt. Viszont azt mondanám, hogy itt még lehet, hogy cégvezetői szinten kell egy picit dolgozni és belátni, hogy muszáj fejlesszük a munkatársainkat. Sajnos a klasszikus iskola rendszer nem nyújt olyan embereket, akiknek mondjuk meglegyen az alapjuk egy igazi szakmára. És akkor milyen lehetősége marad egy vállalkozónak? Megtalálni azokat az embereket, akik termelékenyek, akik jó minőségűek, akik komolyak, akik akarnak fejlődni, dolgozni. Azokat a cégük felé vonzani, és akkor helyileg, cégen belül megtanítani őket a szakmára. Az a kérdés, hogy akarják ezt minimál bérért megtenni? Mennyire kifizetődő, hogyan látja szakemberként minimál bérért dolgoztatni, nem csak Romániában, bárhol a világon? Romániában, ha jól emlékszem, akkor valami 30% az embereknek, vagy talán még több is minimál bérért dolgozik, legalábbis hivatalosan. Ez egészséges szakmai fejlődés szempontjából, akár a cég fejlődése szempontjából? Hiszen olcsó húsnak íg a leve, ezt tudjuk régóta. Igen, semmi esetre se megoldás, és valóban én is olyan tanulmányokat olvastam, ahol körülbelül a munkaerő 30%-a van minimálbéren alkalmazva. Minimálbéren nem lehet megélni. Tehát, hogyha most a nettó veszünk 1000-valahány, 1300-400, de nagyon, nagyon nehéz megélni, szinte lehetetlen. Miközben az a bizonyos alap élelmiszer, vagy a kosár, az a 3700, hát, tudom, egy személyre van. Igen, ugye, tehát akkor ott van egy különbség. Na most azok, akik minimál béren alkalmaznak, rendszerint valahogy még kipotolják az embereknek a fizetését, másképpen. Viszont tehát nem motiváló. Biztos, hogy nem motiváló, és
Főleg azért, mert egy munkavállaló, aki minimál béren van felvéve, és érzi magáról, hogy ő többre is képes, rövid időn belül elkezd más irányba nézni. És keres olyan céget, keres olyan csapatokat, ahol megtalálja a saját célját, ahol érzi, hogy értékelik, úgy pénzügyileg, mint emberileg, ahol érzi, hogy a teljesítményt tud nyújtani, és akkor így átrendeződik a piac. Hogyha így most gondolkozok egy jó pár romániai cégen, azok a cégek, akik igazán fejlődnek, és évek óta nőnek, az emberek nincsenek minimálbéren alkalmazva. Igen, hát látott már olyan munkavállalót, hogy minimálbérrel fizették, de sokat dicsértek, hisz említette, hogy kell a visszajelzés a vezető részéről. Ritka. Lehet, hogy vannak. Lehet, hogy van, de ritka. Tehát egy cégvezető, aki odafigyel a munkatársakra, az tudja, hogy körülbelül mennyi a megélhetési minimum, tudja, hogy mire van szüksége a munkatársnak arra, hogy jól tudjon termelni, és itt elsősorban termelő eszközöket biztosít a számára. És hogyha az illető személy jól kezeli azokat az eszközöket, és eredményeket ér el, akkor biztos, hogy hónap végén megvan a megfelelő jövedelem is. De a munkatársnak is eredményeket kell létrehozni azért, hogy a fizetést meg tudja érdemelni. A minimálbér növelése mennyire befolyásolja a munkaerőpiacot, illetve vállalkozói szempontból, hát időnként, nem időnként, mindig felháborodást kelt a vállalkozókban, hogy jó, megemeli a kormányzat a minimálbér, de ezt ki kell termelni. Meg tudja találni a piac az egyensúlyt egy idő után? Muszáj megtalálja. Tehát vannak a törvényintézkedések, amelyeket be kell tartani. Tény, hogy a minimálbérnek a növekedése a cég költségeinek a növekedéséhez vezet. Ez azt jelenti, hogy kisebb profit. Viszont egy folyamatos foglalkozás kell legyen a cégvezetőnek, hogy hogyan lehet hatékonyabb, hogyan tud új piacokat létrehozni, azért, hogy a minimál bérnek a növekedése ne jelentsen számára egy gondot. Mert mondjuk azok a cégek, ahol a munkatársak nagy része mondjuk országos átlagbéren van alkalmazva, hát azokat nem érdekli a minimál bérnek a növelése. Tehát azt hiszem, hogy amikor eredményesebbek tudunk lenni, amikor jobban tudunk szervezni, akkor marad egy olyan pénzösszeg, amit a bérek növekedésére is tudunk szállni. Igen, most eltekintve a munkáltatótól, milyen egy jó munkaközösség egy vállalatnál? Van ilyen? Hát kell, igen, legyen. Igen, és nagy örömmel tudom mondani, hogy Vásárhelyen egyre több olyan vállalatot látok, akiknél az emberek termelnek és jól érzik magukat. Tehát elsősorban egy jó munkaközösség olyan személyekből tevődik össze, akik szeretnek dolgozni, akik élvezik a munkát, amivel foglalkoznak. Ugyanakkor szeretnek segíteni a mellettük levőnek. És teszem azt, hogyha nehezebb időszakon mennek keresztül, akkor segítik egymást. És nem utolsó sorban pedig közösen tudnak örvendeni a közös munka eredményének. Amennyiben a cég tulajdonos úgy dönt, hogy hát nem tudom én, hetente a férfiak elmehetnek focizni, a lányok, meg a nők, meg nem tudom, hát most mondanám, hogy menjenek a fonóba, de nincs olyan. Ez összekovácsolhatja az ilyen munkán kívüli tevékenység a közösséget? Mindenképp. Viszont a sikeres csapatépítésnek van egy alapszabálya, hogy mindig a munka eredményének a megünneplése kell legyen a csapatépítés. Nem egy nem termelő csapatot viszünk ki a hegyekbe összerázkodni, mert következő hétfőn abból nem lesz nagyobb termelés. Tehát, hogyha sikerül egy termelést így megünnepelni, hogy különböző akciókat szervez a cég, akkor nagyon hasznos lehet.
Szatmári Zsolt, a Szent György Menedzser Klub alelnöke, humán erőforrás tanácsadó, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a Gyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra.